Köszöntöm a kedves nézőket innen a Hungaroringről. A HCK következő futama következik, és az 1-es A kategória. Az első futam, ahol a pole pozícióba Ungvári Tomival a 3-as gépbe. Szia Tomi! Mesélj nekünk arról, hogy tetszik a pálya, illetve az első pólya ez? Életem első pólya az amatőr bajnokságban, igen. Második verseny. Nagyon helyes, és szereted a pályát? Nagyon, nagyon tetszik. Igen. Jó van, akkor sok sikert. Visszafelé is kipróbálnak. Hajrá. Köszönöm. A második helyen pedig stílusosan a 2-es géppel Csernik Csabi. Hát szia Csabi, most úgy érzed, meg fogod nyerni ezt a futamot az előtted lévő gépbe. Ungvári Tomi van, most élet első pólyát szerezte meg, hogy érzed? Hát mindenképpen a győzelem a cél. Meglátjuk, hogy ez a gép milyen lesz elég. Jól van, akkor hajrá. Köszi. A harmadik helyen pedig az 1-es géppel Katona Krisztóf győző áll. Szia Krisztóf! 1-es gép, harmadik hely, hogy állsz a bajnokságba? Mögötted a 6-os jön. Szia, hát a bajnokságban eléggé hátul állok, már eddig csak egy futamon indultam. Őszinte ezek, nem tudom milyen az 1-es, nem tudom milyen a 6-os, majd meglátjuk milyen. Én jókat hallottam róla. Hát ha jókat, remélem jól megy majd. Jó van, akkor sok sikert. Sok sikert. Köszi! Ebben a pillanatban elindultak. Az 1-es kategória. Közben itt féktávon már próbálják megtámadni Katona Krisztóf győzőt, és hogyha jól láttam, Kacskovics Krisztián előzött egyet. Az első helyen pedig Ungvári Tomi már az első kanyarokba nagyobb előnyt gyűjt, viszont Katona Krisztóf győző pedig egy kisebb hátrányt gyűjtött össze, már az első körnek a végén járunk. Viszont Ungvári Tomi nagyon nyitva hagyja azt a kanyar, és közben Kacskovics Krisztián előzött egyet, és Katona Krisztóf győzőt előzte meg, aki további egy pozíciót veszít. Ungvári Tomi egy kicsit lecsúszik, és Csernik Csaba tartja belül, és igen, Csernik Csaba átvette az első helyet ebben a pillanatban. És Kacskovics Krisztián beengedi, és kívülről, most van kívül, egymás mellett van a két gép. De Krisztián van a jobb íven, igen, ő is elment mellette, sőt, még Kurfis Gergő is beteszi a hatos géppel egymás mellett, nem, vissza tudott jönni. Húha, hát azért itt van kavarodás rendesen. Na nézzük, Kurfis Gergő tud-e valamit kezdeni? Ungvári Tomival, ugyanott, és ott tartja, és megelőzik, már csak a negyedik, már dobogón sincs a pole pozíciós ember. Ungvári Tomi. Hát igen, egyébként ez jellemző lesz szerintem a mai napra, mivel az esős időmérő következtében annyit javultak a körülmények, hogy akik a bajnokságban egyébként hátrébb állnak, azok közben, jaj, nem láttam, hogy pontosan mi történt, ott ketten nem férnek el, közben Kurfis Gergőt visszaelőzték, és most már Ungvári Tomi is ott tartja az ívet, tehát újra a harmadik. Ezért lehet az, hogy a nagyon kicsit közben megint ott hagyja a tívet Ungvári Tomi, és megint megelőzi Kurfis Gergőt. Közben Gál Zsófi repül be, az nincs meg, sőt, még pozíciót is vesztett vele, így most a mezőny utolsó tagjaként gurulhat a többiek után. Plusz szakasz van, de visszatérve az 1-es kategóriára, Kurfis Gergő próbálta beereszni Kacskovics Krisztián mellett, és kiforgatta egy pillanat a Csernik Csabát, aki láthatóan nagyon ideges, és ott tartja, és megforog, és Kacskovics Krisztián visszajön, sőt, jól látom, ki az, Katona Krisztóf, 1-es gép. Húha, milyen káosz van itt, kérem szépen.
Na ebből kijön ki jól, Kacskovics Krisztián külső év, Kacskovics Krisztián ott nem az övé, ú, az egy nagyon tempós rész, nagyon jó lenne nem összeakadni, végül eljöttek, szóval Kurpis Gergő váratlanul átvette a vezetést. Cserlik Csabától. Közben Hangel Laci a falban. Hangel Laci és... Na akkor Kurpis Gergő megnyerte a hatos géppel, második Csernik Csabi a harmadik helyen, pedig a pole pozícióból rajtoló Ungvári Tomi végzett a hármas géppel. Tehát a kedves nézőket, a következő kategória a HCK-ba a 3A. Nagy Koppány van a pole pozícióban az 5-ös géppel. Szia Koppány, milyen érzés itt a Hungaroringen versenyezni? Érdekes, mert ha háttérben halljuk a kicsit erősebb motorok hangját is. Szűk a pálya egyébként, de a külső pályákat, mint már múltkor megbeszéltük, szeretem, úgyhogy... Jól van, akkor hajrá! Köszi! A következő... A második helyen pedig a 12-es géppel. Laci van, hát szia Laci, nem tudom, itt egy ilyen betondarab vagy mi az, ez így, tehát ez így a súlya? Igen, ez a plusz súlya. Ez a plusz súlya a Lacinak, tehát esőbe szeretsz menni jobban, vagy szárazon? Szárazon. És miért? Nem csúszik annyira. Jó, köszönjük a választ. A harmadik helyen pedig Horváth Norbi áll a 11-es géppel. Szia Norbi, látom, neked nincsenek ilyen beton súlyaid, mert Laci komplett aszfaltot cipel magával és autópályákat. Na mindegy, szóval itt vagy a harmadik helyen, mögötted a 4-es, 7-es, 9-es. Mire számítasz? Hát igazából előre szeretnék koncentrálni, mert ugye ugyanaz a sorrend az első 4-nél, mint Budaringen volt annó. Szeretném, hogyha kicsit átírnám ezt a forgatókönyvet, amit történt, és átrágni magam Lacin, aztán Koppányon, és akkor harcoljon. De az a baj, hogy Koppány az 5-össel megy. Azt nem mesélted, Laci pedig Laci is jó géppel megy. Úgyhogy nem csak előre kell figyelnem, azért hátra is. Jó van, akkor hajrá! Kösz! Ebben a pillanatban tehát elrajtolt a mezőny. 9-es gép Szegő Gabit előzik, és közben itt egy de nagy tumultus van az első kanyarban. Szegő Gabi valaki, ott közben ott egy majdnem megforgatás, aztán ott, de nem tiszta az első kör.
nézőket, a HCK negyedik futama következik, a lány kategóriát láthatjuk, ahol György Anett van a pole pozícióban az ötös géppel. Közben Anett gépén még állítják a kamerákat. Szia Anett, az első pole pozíciód 2014-ben a HCK-ba. Hogy érzed? Nagyon boldog vagyok. Nagyon örülök, hogy sikerült megszereznem, és remélem meg is nem tartani. Jó van, akkor sok sikert. A második helyen pedig a hatos géppel Főgel Adri található. Szia! Először indulsz HCK-n? Igen. Jó van, és örülsz a második helynek? Nagyon, örülök, hogy ideig is sikerült felküzdeni magamat. És milyen érzés itt a gokárt pályán állni, és nem a nagy pályán? Jó, jó, végre valamit itt csinálni egy kicsiben is, meg én szeretem a gokártot nagyon. Jó van, akkor sok sikert! Köszönöm! A harmadik helyen pedig a négyes géppel Csáki Timi található. Mindjárt meg is kérdezik, ahogy belőtték a kameráját. Hát szia Timi, két igazi Lotus Ladies Cup-os van előtted. Azért hogy érzed, meg fogod mutatni, hogy mi újság van? Hát meg fogom próbálni, természetes alap. Jó, van, mögötted a hetessel Tündi, számítasz a támadására? Természetesen, igen. Jó, van, akkor sok sikert. Köszi. Benne a kockázászló. És ebben a pillanatban megkapják a rajtjelet. Nézzük tehát az első kanyar, Főgel Adri hatalmasat fékez. Beesik mellé Csáki Timi. Egy kicsit lederelte és közben elment mellette Tündi. A hideg gumik átka ugyebár. Az első kanyar. Anett közben hatalmas előnyre teszett már az első körbe. A harmadik helyet pedig Bente Tündi vette át. Hiszen Tündi nagyon támadja és folyamatosan bevenész. De Tündi is nyomás alatt tartja a hatos gépen, azért megpördül ebbe a pillanatba, elfékezte. Túl hamar lépett a fékre. Vagyis, hogy túl későn elnézést, túl későn lépett a fékre és ezért megforgott. Így további kettő pozíciót vesztett. Valamint Újdosó Szilvia, igen, a hármas géppel. És jaj, közben ott Főgel Adri próbálkozik gyöngyvér ellen, és az fut, fal a gépen, minden van ott, de előzés továbbra sincs. Nagyon szeretné visszavenni Adri azt a pozíciót, de az a féktáv az nagyon sokba került neki. És most visszaveszi. Vissza is veszi azt a pozíciót, és egy kicsit meglöki gyöngyvér Főgel Adrit. És pont elfért a két gép, és onnantól kezdve Adi a következő kanyar Adrit. És pont elfért a két gép, és onnantól kezdve Adi a következő kanyar. Jaj, közben Bújdosó Szilvia próbál bebújni Adriennek, megint ugyanott egymás mellett a két gép, és jaj, majdnem megforog Szilvia a hármassal, de aztán sikerült megtartani a pozícióját. És ott egy kicsit tolt benne az ilyen Bújdosó Szilvián, ez jelenleg szabálytalan volt, így ebben a formában. És Tündi most belül, tartja belül, és megelőzi Timit. Tündi megelőzte Timit. Ebbe a pillanatban átvette a második helyet.
kategóriának nem jelenthet biztos, hogy túl jót, és ebbe a pillanatban Györgyanet megnyeri az első HCK futamát 2014-es szezonban. A második Bence Tündi lett, a harmadik pedig Csák Kimi. Kategória a light és az 1B lesz a 2014-es negyedik HCK futamon. A ball pozícióban pedig jó Boton van a 13-as géppel. Szia Boti, hogy tetszik ez a pálya? Nagyon tetszik igazából. Az esőben jobban tetszett, mert nem tudom, ott a hátsó részt jobban tudtam használni, és kicsit nagyobb előnyöm volt, de hát várom a futamot, és remélem, hogy sikerül megtartani. Oké, sok sikert! Köszönjük! A második helyen pedig a kategóriába Keceli Tivi áll a 3-as gépbe. Szervusz Tivadar, hát hogy tetszik a pálya? Tetszik? Esőbe szeretsz jobban menni, vagy szárazom? Nem tudom, mindegy. Neked mindegy, csak menjünk, ugye? Oké, hajrá! A harmadik helyen pedig az 1-es géppel Nagy Marci. Hú, de fura hang jön a gépedből, Marci, valami talán összeérte is, hallod, vagy nem? Nem. Nem? Jó, hát én hallom, elég érdekes hang. Szóval, hogy támadni fog a Tivit, védekezni Dáviddal szembe, mit fog csinálni a futamon, mi a terved? Hát szeretnék támadni, de hát lehet, hogy védekezni kell, mert kicsit csúszik. Oké, rendben, hajrá! Köszi! Közben ebben a pillanatban elrajtol a light kategória, Smik Bazsi próbált betúrni Pap Dávid Robinak, de nem, közben Nagy Marti az első kanyarba majdnem kiforgatja Keceli Tivit, aztán közben Smik Bazsi autózta körbe Pap Dávid Robertet, mert felindult az 1-es B kategória, és megérkezett mellém Paskovics Krisztián is, hogy segítse a munkámat, mert most már nagyon fáj a torkom. Gyönyörűen jönnek el. Simpő Balázs egy kicsit szűkebbre vette, és ott egy... az egy nagyon szép kis berobbanás volt. Pap Dávid Robert veszített egy pozíciót, és ott most egy újabb próbálkozás, és megint összeérnek ketten. De ez már sokkal szolidabb támadás volt, mint az előző. Nagyon szűk el lehet fordulni. Ennek a csatának köszönhetően Nagy Marci el tudott lépni és fel tud zárkozni az első kettőre, ha minden igaz. Közben az 1-es B döntőben pedig a helyzet változatlan, nagyon szépen jönnek a fiúk. Az első helyen Keceli Tivi támadja még mindig jó Botit. Közben itt a kemény a leterelés volt. Az értelemben szabálytalan volt, mivel egyértelműen Dávid nézett oda és húzta rá a kormányt. Nagy Marci a harmadikon, Smikő Balázs a negyediken, Pap Dávid Robert az ötödiken áldás csatát vív. Most már, és megint. És megint, tehát egy körön belül háromszor szándékosan lelökni oda-vissza egymást. Ez már... Ez itt...
többszörösen átléptük a szabályosság határait. Abból megint lesz egy ilyen kis érdekes. Elvégezte magát Balázs is, most meglökte ott a 10-es gép. Mutogat is Balázs, is ott van? Nem, azt már nem merte ott hagyni. Pedig ott lehetett volna, bár meglökte. De szerintem ott így is úgy is kijár most már egy büntetés. Ugyanis amit ott Pap Dávid Róberttel műveltek, az elég kemény volt. Nagyon kemény volt, igen. És ott még talán a harmadik, negyedik, ötödik helyen lesz valami. És meg is történt az előzés. Gyönyörűen kifékezte, egy picit ugyan összeértek, de hát a light kategóriát nézve ez még egy simább előzés volt. Így a tavalyi év tapasztalatai alapján mondom. De ott most Sükrő Balázs nagyon agresszívan próbál visszatámadni. De nézzük, hoppá, megy az integetés. Ops, ott lelöpték közben Márton Balázs. Igen. A szabálytalan volt jelben. Igen. Hát ismételten egy teljes mezőnyös óvás van itt. Igen, egy light kategóriás szokásos futam. Bár most egyébként hozzáteszem, hogy a lányoknál, ahol még ez elő szokott fordulni, egész szabályosan viselkedtek. Közben ott is megy a mutogatás hátul. Mindenki mutogat mindenkinek. És jó Botond most már egy olyan 4 másodperces előnnyel érkezik a... És akkor az utolsó kör kezdi meg. Jó Botond. Még egy letörőzendő pilóta áll előtte. De ott a harmadik, nem az a negyedik helyen vívott csata, az még nyitott itt a srácoknak. Az egy nagyon csúnya! És Dávid! Feljön a negyedik helyre. Azt a nevető negyedik, a harmadik egyébként. Itt próbálják kiszedni, és jó Boti megnyeri a versenyt. A Geceli Tibi bejön másodiknak, a harmadik helyen érkezik Nagy Marci. Kategóriában Horváth Norbi a pole pozíció a 10-es géppel. Szia Norbi! Egy újabb pole pozíció, egy újabb futam, előző futamban kicsit úgy láttam elrontottad ezt a védekezést, most már jobban tudsz koncentrálni? Igazából a védekezésen nem volt baj, én úgy érzem, hogy a gumik úgy gyont felmondták a szolgálatot, és a nagyon csúnyán cserben hagytak szegők, abival védekeztem, és hiába vettem nagy féktávot, egyszerűen csúsztam ki, mellettem volt, én ott hagytam neki a helyet, úgyhogy nem akartam ellenkezni neki, úgyhogy innen is gratulálok neki, aztán hát meglátjuk, hogy itt megy a kicsike. Remélem, hogy nem kell annyit védekeznem, és inkább előre tudok koncentrálni, aztán meglátjuk. Oké, hajrá! A második helyen pedig Csernik Csabi. Hát szia Csabi, ma már egyszer voltál második, utána első, aztán kilettél a forgatva. Most azért kicsit remélem szerencsésebb leszel, te hogy érzed? Én is remélem. Norbiban volt egy pár csatánk már idén. Remélem idén is lesz egy jó csatánk, úgy ma. Oké, rendben, akkor hajrá! A harmadik helyen pedig Blesák Tibi. Az egyes géppel. Tibi, mögötted van Halász Peti, a tavaly kettes kategória, majdnem bajnoka, csak pár ponttal maradt le a bajnoki címről. Számítasz esetleg a támadására? Abszolút, és ezen felül hátul vannak még többen olyanok, de mostani bajnoki címre fognak pályázni. De azért nyugtass meg, hogy támadni is fogsz. Igyekszem, bízom az egyes gépbe. Oké, hajrá! Köszönöm.
Nos, tehát akkor Bauer Krisztián beteszi a zászlót, és nagyon hamar megkapták a rajtát a srácok, és ezt a halászpeti próbálják már támadni a rajtát, és Kaskovics Krisztián kihúzódik külső ívre a hetes gépbe, külső íven próbálja, de aztán ebből nem lesz semmi, ahogy látom. Hú, de nagy a tülegedés ott hátul. Noidert, Norvit is próbálják támadni, és Bokó Levi két legyet egy csapásra. Hát majdnem, de aztán ez nem jött össze így egyet se, vagy tévedek? Nem. Bokó Levi marad változatlan pozícióban. Őt követi a hármas géppel Linninger, Milán és Kollár Attila jön a nyolcassal. Aztán Noidert, Norbi előzött egyet. Az első négy egy kettes-kettes bolyra szakadt. És Pleszák Tibitől egy kicsit jobban lemaradva. Hopp, közben Kacskovics Krisztián engedi be féktávon, de aztán az nem volt benne teljesen, és hát majdnem veszített vele egy pozíciót, de aztán nem figyelni kell, mert nagyon ott vannak mögötte. Nagyon ott vannak mögötte. Először az előzést. Közben Csernik Csabi esett rá Horváth Norbira. Ajj, és elfékezte Linninger Milán, és ezzel úgy láttam, hogy Kaskovics Krisztián, hogy tudna nyerni egy pozíciót, hogy lehet, hogy túl optimista vagyok, de nem tudott nyerni egy pozíciót, viszont kérdés, hogy mennyi helyet hagyott neki. Mivel a 3-as, 4-es kanyar, a 3-as kanyarból kigyorsítva, 4-es kanyarhoz érve nagyon szűk volt és lekocolta a falat, és emiatt tudta megelőzni Krisztián egyébként. Visszaesett Milán. Hát komolyan, tehát hogyha a mai futamon Kollár Attilát és Linninger Milán nem kevertem össze négyszer, akkor egyszer se. Kicsit hátulról pecizik meg, közben leintik a futamot Horváth Norbi, Csernik Csabi és Pleszák Tibi az első három sorrendje. A következő futam a 4-es A kategória, ahol is Virág Laci áll a polba a 3-as géppel, aki már nem bír magával, meg is kérdezem pár dologról. Szia Laci, látom, eltűnt mellőled a stráda, amit itt belapakoltál konkrétan betondarabokat. 3-as gép, mögötted 7-es. Mit gondolsz, hogy érzed? Nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, hát ez elég sejtelmes, hát így van itt bővebben esetleg. Majd rátekerem a turbót. Jó, oké, hajrá. A második helyen pedig 7-es géppel Nagy Koppány. Hát szia Koppány, egyébként én a kategória legfőbb esélyesének tartalak téged, de mit gondolsz erről? Köszönöm szépen, az nagyon megtisztelő, főleg tőled. Hát azért azt gondolom, hogy vannak még kihívók elég erősen, mind a Virág Laci, mind pedig Balázs. Hát nekem most ez a helyzet azért egész jó, bár Laci szeretném megelőzni, de Balázs eléggé mögöttem van, tehát egy biztos második helyen is megelégszem. Oké, hajrá! Köszi! A harmadik helyen pedig Murvai Tomi. Tomi, te is mentél délelőtt itt az eső szabad edzésen. Hogy tetszik jobban, szárazon vagy vízesen a pálya? Na, mindenképpen vízesen, szerintem a szokottnál is lassabb vagyok ezen a pályán. Szerintem a sorspréfája, hogy ide kerültem, egyáltalán nem is értem, hogy sikerült, hogy a többiek mit műveltek. Na, megpróbálom, hogyha kiszélesíteni az autó hátulját, aztán majd hát eljutunk valahova. Jól van, hajrá! Köszi!
ebben a pillanatban megkapják a rajtjelet, és a... És Márton Balázs a 12-es géppel lerajtolt ezt nekünk, amit hoppák, közben itt egy hatalmas füstölős végezés, akár csak a Forma 1-ben. Mindjárt megnézem, hogy Márton Balázs a 6. helyről jött, és Kádas Zsolti volt előtte. Na most mi a helyzet? Zsolti a 9-essel beugrott, beleskelődött végtávon. De nem lett belőle pozícióváltás. Szépen csinálják a srácok. Na de most talán Koppány próbálkozni fog. Zsolti, ez egy nagyon erős ütés volt. Hopp, és be is ragad, és elmegy mellette. Egyetmeste Turvai Tomi. Hát ezt nem mondom, hogy a legszebb előzés volt. És az utolsó versenyző is ebben a pillanatban. Megkezdte az utolsó kört. És akkor érkezik, itt van a futam vége. Hoppá, Koppány azért a végén eldobja. Hoppá, és Márton Balázs füstölősre fékezi, oly, de veszélyes dolgot csináltak. Ez volt tehát a 4-es A kategória futama.